megyünk fel a hajóra. Mai nap hajókázás lesz, megnézzük, hogy milyen lesz. Ezzel fogunk menni. Itt Trogirból indul. Aztán remélem, hogy minden rendben lesz. Cses! Kocsit nagy, hogy jöttátok? Ide ma autózat a kocs. Na, mit csináltok, gyerekek? Itt vagyunk a hajóra. Az eddig egy arra másik misztikum volt. Misztikum? Ez itt a hajó. Mindjárt indul. Milyen sokan szeretik a halat? 20 perc múlva. Sipko, sipko, indulunk, sipko! Yes, yes! Jaj, indulunk, Istenem! Ha nem töltöm fel ezt a videót, akkor nem lesz sem. Ezt a videót nem lesz az összes többi. Elsüllyedünk mind a Titanic. Sipko, sipko! Úgy hívják a tetoválomat, sipko. Kereskedelen drága. Kereskedelen drága. Milyen jó ez a nadrág, milyen szép. Színszélyes. Színszélyes? Azt mondtad, ne vásároljunk onnan. Ezt ő vásároljunk. Jaj, arra fogom. Elhagyjuk Trogir városát. Ki tudja még mikor látja. Lehet utoljára. Na nem, hogy mondjatok, kérdő megtörténik. Kocsi legalább. Mi a sapkád, Lauri? A vízen. Biztos a tuhaj? Most csak azt mondja, hogy autó felejtettük, de felejtettük. Jó lesz otthonra. Na, itt is isszuk a sört. A román-magyar barátság. Na, mi jön itt a hajó? Nem, nem beszél senki. Mindenki eljön. Hallgatjuk a reklámokat. Itt vagyunk a hajón, nézzük meg, hogy néz ki távolról. Kicsit lassan megy, de jó ez. Megküldtek itt a hajón. Na, megérkeztünk az első megállóhoz. Mekapecse. Hol vagyunk? Mekának a pecse. Jó ízó a reggelőnek rajta. Ha úgy kellett, minket is fogadjanak. Na, kikötöttünk. Nem tudom hol, mert nem mondták hol. Biztos van egy tábla. Megnézzük a térképet.
tart meg egy olyan közeli nyelvhajót. Bemutatom a hajót. Kaptunk vizet, lehet venni vizet, ingyen, meg ami juice, kaptunk kifont, meg egy pálinkát. Szól a horvát zene. Ez a kapitány fülkéje. Milyen egyszerű kis izére van. Itt aludhat is. Lehet, hogy aludt egyet, aztán itt vezette magát. Vezette magát a haja. Van a vécé. Tizenkettőkor indulok tovább. Itt kaptunk egy, hát, bő két órát nézelődni. Hajónk. Úgy hívják, hogy Misztika. Ticket, please, ticket. Parking ticket. Adjál már, eleget fizettem parkolás. Milyen város ez? Falucska. Maslinika. Körbenézünk itt egy picit. Ez egy szép kis régi falucska. Gyertek! Maslinika. Callisto Gift Shop. Adjál neki valami kaját! Látod? Hé, honnan? Merre menjünk? Menjünk hozzá fele? Szia! Szia! Csak itt a macska. Kis bandi. Na, menjünk itt fel, okés?
Lássuk, mi van itt. Elhagyatott hajó. Hogy igazából nem mehetünk. Van úgy, itt lehet menni. Aha. A közben itt átváltottam véletlenül. Nem tettem át promódba, úgyhogy a színek lehet cikázni fognak. Na hát, jó napot kívánok, itt a hajóútról beszélünk. Itt lepihentünk 2 órára. Ez itt a part. Szigetekkel mennek a hajók, csapognak a népek. Úgy a hajóút 55 euró volt egy személyre. 3 helyen áll meg, ez volt az első megálló. Nagyon gyönyörű. Mutassak mást is. Pillanat. Várjál. Elmegy ez a néni. Oké. Hála Istennek, jó az idő. Eddig jól telik. Hát, hogy megérte azt az 55 eurót, az majd elválik. Lássuk a többi 2 helyet. Az árba beletartozik a víz, van a hajón, lehet, hogy már említettem, hoztak egy kiflit, meg valami horvát pálinkát, és elvileg lesz egy ebéd egy helyen, ahol megállunk egy resztibe. És 8:30-kor indultunk, és kb. Majdnem 5 órakor majd érünk vissza Drogírba, visszavisz, ahonnan elindultunk. Plusz meg ingyenes a parkoló is a kocsiknak. Picit borsos az ára, de hát... Mi van? Hát biztos. Mit köszönsz? Borsos. Borsos, oregánós az ára.
de hát az idő legalább jó. Itt henyél, Lóri barátom, látszik. Így henyél, egész nap csak henyél. A legjobb dolog az egész világon henyélni, meg pihenni. Jó, remélem nem hallatszott. Ott jön Krisztina is. Mind itt kószál össze-vissza. Azt se tudom, hol van. Mind csak megy el, jön vissza. Ott leültek ketten Clementinával beszélgetni, telefonoznak. Nézik az Instagramot. Tamás ott terülködik magába, hogy azt hiszi, hogy tud úszni. De még mindig csak ott a part közelében lubickol a nagy hasával. Dóra ott kenegeti magát, barnul szépen az esküvőre. Hát Tamás most bement a vízbe, mindjárt ott van a lufiknál, úgyhogy nem tudom, kiáll, csak hogy ne menjen tovább, mert ott szápa támadás. Itt van Clementina és Krisztina is, hát közelből. Várják, hogy teljen el ez az egy óra, amíg itt vagyunk, hogy mi induljunk tovább. De aztán lehet, hogy tévedek. Most csinálok róluk egy interjút, hogy érzik itt magukat. Nagyon jól. Kis pamatufat. Én is nagyon jól. Na jó, ezt megbeszéltük, mehetünk tovább. Most jövök Lórihoz is megkérdezni, hogy hogy érzi itt magát a szigeten. Jobban érezném magam, hogyha homokos part is lenne, mert már a hátam szét van törve a kövektől. Egy idő után kényelmes, de pár borda is oda megy. Szóval... Hát majd mész az orvoshoz otthon. Hát igen, azért jövök nyaralni, hogy utána menjünk az orvoshoz. Tipikus, de az idő az jó. Szóval 6 a 10-ből, most mit mondjak. Csak 6-os? Hát igen. És melyik a 10-es? Eddig a... 6 a 10-ből. 6 pontozás a 10-ből. Érted? És hol volt 10-es? Hát sehol. Ja, én... hol volt 10-es? Hát görögbe tuti. Görögbe? Igen, és Cipruson. Cipruson? Cipruson Málta? Az. Málta az nekem egy 9/10. Miért? Mi az? Nem is tudom, nem is tudom most hirtelen mit mondjak, ami nem tetszett. Hát nem jut eszembe, de ha később eszembe jut, akkor megmondom. Jó, majd alulírásba közöljük. Nézzük. Na, hát ennyi volt a riport itt a beachről. Megyünk nem sokára tovább. Még élvezzük ki a pillanatot. Hagyok mindenkit a tengerre. Gyönyörködjön a tengerbe. Na, jó levegő is van. Az oxigén. De most látom, az a néninek nincs melltartója. Hát gyertek már! Már ott van mi a hajónk. Maslinika. Az olyan nagy hajón, amit láttam, hogy anyagok van 10 emelet, és azon nem érzett. Na, menjünk, nem ez a hajó, csak... Megvan minden? Van még kell lenni. Tessék. Jaj, de
Felültünk a hajón. Lepcsitú. Mindjárt indul. Na, elindultunk. Na, ha jó ukázzunk, akkor... Ez a következő megálló Blue Lagoon, itt is van ilyen kék lagúna. Csak hát nem annyira szépecske, mint a Zakynthosaurus. Lehet fürödni, meg minden, itt megáll egy picit. És kb. Annyi, megyünk tovább enni. Na, itt vagyunk, megálltunk itt a Blue Lagoonnál. Krisztina, jól vagy? Lóri, jó vagy? Lássuk, milyen, hogy néz ki. Na, ez beugrott. Le lehet menni. Hát ez a környék. Hát, mit mondjak, az Zakynthosaurus szebb volt. De ne legyünk elégedetlenek. Lehet, hogy ez a videó egy kicsit negatív lesz, mert hát görögbe jobban jobb volt mindenesetre. Szebb volt Zakynthosaurus, de ez is megteszi, na, mit mondjak, ha már itt vagyunk, kell élvezni minden pillanatját. Ki megnézi a Zakynthosaurus videóimat, a hajótúráról az majd meglátja a különbségeket. És ott olcsóbb is volt a hajótúra. Igaz, hogy nem adtak kaját, de szebb volt maga az élmény. Clementina, hát te sem ész be? Miért? Tomi, te sem ész be? Miért? Elég szomorú. Tömöd megint a chipset, mint a Zakynthosaurus videóban. Gyere, mert felgyorsítom ezt is. Milyen tintások lesz? Tintahaj. Hattam hosszú. Kilőtte, védekezésbe kilőtte. Kezébe van. Jó vacsorája lesz. Megsüti szépen. Hát, de szerintem nem. Hát itt vagyunk a hajón. Hogy érzed magad? Jó? Itt vagyunk a hajón. Nem kérdezi bele? Hát, kiszedi az az ember. Thank you.
érkezünk meg az utolsó megállóhoz, ahol eszünk is egy jót. Lehet, nem jót, meglátjuk. Enni eszünk biztos, aztán mit? Az egyszer szutty. Már készülődnek az emberek, veszik a cipőjüket. Jaj, de jó. Milyen magány ez a cipő, ott az kicsit Na, vegyük egy szók magunkat. Na, menjünk akkor. Szokjál azért még egy kis vizet. Zenet 45. Na, kikötöttünk, kijöttünk. Ezek nem tudom mit csinálnak. Most kell itt állni. Menjünk a tömeg után. Menj, mint a robot. Tehát a gázkomában visszatérte. Na, lássuk milyen kaját adnak. Hova visznek ezek? Megyünk, mind a napszámosok. Kíváncsi leszek, még jelentkezek. Itt van egy nagy terasz, ahogy látom. Ezt kell enni. 20 euró. Jó Istennek, nem kell fizetni, remélem. Újra fiad elaludt. Na, menjünk már. Javi, nem rajta. Yes, yes. Most úgy érzem, úgy járom, mint még a Máltán. Egyként 100 euróért. A Máltán egyként 100 euróért megyek. Na, itt vagyunk. Lássuk a kaját. Koncentrációs tábor. Yes, thanks. Megjött a kaja. Nincs éret, a nagy eretet kaptam. Elég kicsi, még krumpli sincs.
Na mindegy, jó ez nekünk. Mert mindig átvernek minket. Ez volt a kaja. Hát nem vagyok megelégedve, de ez már nem akarok mindig negatív lenni, de sajnos ez a Horvátország így alakult. Na hát, nem tudom mit mondjak. Kicsit úgy érzem, hogy át lettünk verve. Na, mindegy. A muszáj volt lejönk ide egy kávéra, azt nem tudtuk meginni. Mutattak. Itt van Jolly is. Na, jelenleg ott vagyunk. És itt van Trogir. Jó bulizós hely amúgy. Lehet eljövünk még egyszer ide. Lehet autóval is. Fúj a szél. Na, menjünk lassan haza Trogir fele. Trogir. Mindjárt érkezünk. Szlemmi. 4 óra 13 perc, fél 9-kor indultunk el. Itt van a másod kapitány. Mit mondjak erről a hajóútról? Biztos vannak jobbak is. Ez, hát... Szerencse kérdése is, hogy milyen hajóra ülsz, mit foglalsz le. A drágábbak gondolom, jobbak, de ennyi futott, 55 euró volt személyenként. Vannak még 120 euróért is személyenként ti ilyen hajótúrák. Ennyi pénzért ennyit kapsz kb. Remélem átjött, hogy milyen. Biztos vannak olyanok, amelyek szebb helyekre visznek. Ez inkább itt Trogir térségében vitt egy-két szigetre. Ahol most utoljára voltunk, lehet jönni autóval is. Ezt itt Trogir át kell szállni, és ott van az a beach, ahol voltunk. Fáradtak vagyunk mind. Nem beszél senki senkivel. Hát ez van. Ez között. Majd. Ez az jobb is. Oh.
olyan hajóval is lehet menni. Tónival. Tóni. Tóni. Meg olyanni. Olyan karibi tengerész hajóval. Vitorlással. Jaj. Már látszik a templom tornya. Na, milyen volt a hajótúra? Jó volt. Jó? Milyen volt a hajótúra? Jó volt. Fürödtél? Nem fürödtem. Ti? Igen. Milyen volt a hajótúra? 1-10-ig egy... Megadok egy kedves hetest. Hetes? Milyen volt a hajótúra? Csilles volt. Jó volt? Még jövünk? Nem. Hát itt van a mikor. Na. Köszönöm szépen a figyelmet. Még lehet, hogy filmezek. Na jó van, kikötöttünk, mehetünk haza. Most vész, a malon a tégni vész. Most, oda vész, jaj. Ale is good. Igyek egy utolsó juice-t. Megehetjük itt a kikötőt. Mi? Iszok egy juice-t. Nem. Rakjad oda bele! Gazdag vagyok én. Mi Romániából vagyunk, mi nem. Nem jól lakott a gyomrod. Nem lakott jól a böngyeim. Van benne valami? Azt vettem a 100-ost. Komolyan vezetettek egy 100-ost? 100? Na, merre menjünk? Kocsihoz? Nem. Eszünk valamit, vagy menjünk a kocsihoz? Ne is lássam ezt az utcát! Ne is lássam!